Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. A kicsiket és a nagyokat is tartalmas programokkal várja a következő hetekben a Prokultúra Sopron Nonprofit Kft. Vendégünk az intézmény kulturális igazgatóhelyettese Kócán Péter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Én azt mondtam, hogy a következő hetekben, de már most azt mondom, hogy lehet arról beszélni, hogy érdemes a Prokultúra által szervezett kiállításokat megtekinteni, hiszen három is van folyamatban. Igen, tehát az elmúlt hetekben nyílt meg három kiállításunk is. Itt a Liszt központban Robert Kapa fotoművésznek a képeit láthatják az érdeklődők. Itt is elég széles az a közönség réteg, akik már az elmúlt napokban megjelentek itt a kiállításon. Elmondhatjuk, hogy nagy az érdeklődés erre a különleges művészre, aki egyébként magát nem tartotta fotoművésznek, hanem egyszerűen csak fotoriporternek de hát az utókor egyértelműen művészinek minősíti azokat a képeket, amelyeket határhelyzetekben, különleges helyzetekben, háborús szituációkban rögzített Robert Kapa. Ehhez a kiállításhoz egyébként tárlatvezetések és különleges programok is kapcsolódnak november folyamán. Egyrészt volt már és lesz is még minden hónapban ifjabb Sarkadi Sándornak, dr. Sarkadi Sándornak előadásai a velünk élő történelem címmel, Fűzmagyarázatot színesíti ezt a tárlat megtekintést a magával ragadó előadásával, és Algaúi Hesznát üdvözölhetjük november 19-én ismét itt Sopronban, és ő a hadi tudósításokról, ezekről a speciális helyzetekről tart beszámolót, tart előadást, és ez is a kapa kiállításhoz tartozik. Tehát ez a munkácsi a kiállítása, ezt az anyagot a Magyar Nemzeti Múzeumtól kaptuk meg, tehát a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria után, most a Nemzeti Múzeumtól érkezett egy ilyen rangos anyag sopromba. Nekünk nagyon nagy öröm és megtiszteltetés az, hogy ilyen, szintű, ilyen súlyú, ilyen rangú kiállításokat tudunk egy vidéki városban bemutatni. Emellett megnyit múlt héten a szintén nagyon elegáns kiállítású 56-os kiállítás a Soproni Múzeum rendezésében a festőteremben, és a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódik a Lisztközpont emeleti előterében látható fotókiállítás, amely a megújulás lendülete címet viseli. A reformáció 500 hogy hogyha a szó esik, akkor itt van mindjárt a hétvége, és ott is egy tartalmas program vár ennek a keretében azokra, akik szeretik a komoly zenét. Igen, tehát most még október végén is próbálunk programot kínálni, valóban kicsiknek és nagyoknak, tehát szombaton két halászüdit koncert lesz, még egy, egy egy kapható ezekre, és ezt megelőzően pénteken a Reformáció 500-as rendezvény sorozat keretében, tehát jövőre lesz a Reformációnak az 500. évfordulója, és erre egy egész éves program sorozattal készül a magyar kormány, és ennek keretében érkezik Sopronba, a Luteránia Ének és Zenekar, illetve a Budapesti Vonósok előadásában, dr. Kamp vezényletével, Johann Sebastian Bach nagyszobású műve a Hámolmise. Ez a ritkán hallható darab kiváló szólistákkal, autentikus előadásban lesz hallható itt az Evangélikus Templomban. Ez a péntek esti program, szombaton tehát a gyerekeknek pedig halászübít koncertvel próbálunk kedveskedni. Úgyhogy gyerekeket emleget, említetted, akkor azt gondolom, hogy érdemes a, a Mártonnapi rendezvényel kezdeni a hónap közepén. Hagyományos rendezvényről van szó idén, mivel készültek? Napnak, tehát novembernek a Mártonnap egy visszatérő rendezvénye, jellemzően játszóházas programot szoktunk, egy délutáni program, mert három órától várjuk a gyerekeket egyrészt folyamatos foglalkozásokkal, itt is vannak visszatérő vendégeink, a felhőtáncoló kreatív műhely tart kézműves foglalkozást, szintén visszatérő vendégnek számít a Bombom Matiné csapata, őket nagyon sokan szeretik, ismerik, a rádión keresztül is hallgathatjuk minden héten a műsoraikat a hatostúdióból, most élőben hallgathatjuk meg a Ludas Matyi zenés-mese játékukat, és nem maradhat el az óvodások lampionos felvonódása sem, a Bánfavi óvoda szintén hagyományokhoz kötődően bemutatja itt a műsorát a Liszt és együtt vonulunk át a, a főtére, és talán többen tudják, hogy ugye, a magyar Bencésrend központja, a Panonhalmi apátság, az is kapcsolódik Szent Mártonhoz, Szent Márton hegye. Szent Márton hegyén található a Bencés kolostor, és az ő kezelésükben van a főtéri Bencés templom, Nagyboldogasszony templom, és ott zárjuk a Világkéri Tomkins együttes koncertjével ezt a napot. Ez is egy olyan program, ami egy könnyen ezt emészthető, népszerű, klasszikusokat felvonultató, könnyedesti egyórás hangverseny lesz. Ugyanakkor mondhatjuk azt is az esti hangversenyről, hogy egy bónusz, hiszen mindazok, akik napközben ellátogatnak a programra, megveszik a belépőt, bónuszként kapják ezt a koncertet. Igen, és másokat is természetesen szeretettel várunk, tehát nem csak családos, kisgyerekes programnak szántuk ezt az esti Koncertet, hanem úgy érezzük, hogy a Szokolai Liszt Rachmaninov, Rachmaninov, művek kapcsán biztos meg lesz ennek a koncertnek a saját közönsége, tehát mindenkit várunk, aki esetleg a, egyébként teltházas koncertjeinkről, mert ez a Bachhámon Mise, a, azt megelőzően megrendezésre kerül a korásti hangverseny is, már teltház közeli állapotban van. Ha valaki lemaradna és mégis hangversenyre vágyik, ő külön szeretném ajánlani ezt a november 12-i koncertet, amikor a Tomkins együttes este a Bencés templomban fog énekelni. Említetted a kora esti hangverseny bérletet, hát indul a sorozat november 9-én. Ha magáról a sorozatról egy picit, hogyha, ha kérdezhetek, hogy úgy tűnik, hogy hely, helyét lelte itt a, LISZ központban ez a hangverseny? Aztán, azt hiszem, ötödik vagy hatodik éve csináljuk kora hangverseny hangversenybérlet címen ezt a sorozatot. Ugye a kora megnevezés az arra utal, hogy Egyrészt korábban kezdődik a koncert, nem a megszokott esti 7-es, fél 8-as vagy nyáron 8 órás kezdési időpont van, hanem egy 6 órás időpont, ami még családoknak, gyerekeknek, iskolásoknak is kedvező. És a másik tulajdonsága, hogy ezekben a koncertekben jellemzően népszerű klasszikusokat szólaltatunk meg, és próbálunk hozzájuk rövid ismertetőket, rövid kettvcsináló történeteket, rövid magyarázatokat fűzni, és tényleg azt mondhatjuk, hogy évek óta ez abszolút teltházzal megy ez a koncertsorozat, erre tényleg elfogyott minden jegy. Antal Mátyás érkezik erre a koncertre, ő a Nemzeti Énekkarnak a karnagya volt hosszú évtizedeken keresztül, és most abban a szerencsében van részünk, hogy a Soproni szimfonikusokat ő vezényli, Görfin Kék Rapszódiáját adjuk elő vele, ezen kívül népszerű amerikai művek szerepelnek még ennek a koncertnek a műsorán. A sorozat többi előadásán is azt mondhatjuk, hogy a klasszikus zenének a legismertebb darabjai szerepelnek, Endel messiását a Fidelissima vegyes karral közösen adjuk elő. Az előbb említett dr. Kamcsalamon fogja a soproni szimfonikusokat is vezényelni Beethoven 7. szimfóniájával, és ezen kívül Schubert halál és a lányka című műve hangzik még el ebbe a sorozatba. Nagyon örülünk, hogy tényleg ilyen népszerűvé vált ez a hatórás kora esti hangversenysorozat? Ugye az első az november 9-én lesz. Én azt írtam uh, ide magamnak, hogy amerikai estel uh, indul a sorozat, hiszen uh, a zeneszerzőket utána néztem, úgy említik, hogy az amerikai zene történetének egyik legnagyobb alakja a, a következőt uh, hasonló uh, módon, az amerikai zene egyik legjelentősebb egyénisége, Görsfiről meg azt gondolom, hogy nem igazán kell beszélni, de ha említetted a, a, a karnagyot, fél egyházi, illetve Antal Mátyást, akkor én hadd meg, hogy Liz Bartok, Bartók, Pásztori Díjas és a Magyar Köztársaság érdemrend lóval keresztjével is kitüntették, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen nem csak a zenei életben fajsúlyos ember, hanem elismert európai hírű művészről, zenészről beszélhetünk. Van egy érdekessége mindig a november-december hónapnak, ez pedig az adventi rajzpályázat. Meghirdettétek már, és aki akar rajta részt venni, annak sietni kell. Igen, november 4-e a beadási határideje ennek a rajzpályázatnak, amelynek a nyertesei abban a, tehát a rajzpályázat 24 dízott művel kerül ki, az adventi vásáron, az adventi kalendárium ablakaiba felnagyítva, úgyhogy ennek ez az érdekessége. Ennek nagyon örülünk, advent nagyon hamar bekövetkezik, november 20-os vasárnapja, 27-e már advent első vasárnapja, ott azon a környéken lesz egyébként még egy nagyszabású hangversenyünk. Sokan követelték tőlünk, hogy az álmos legendájában mindenki kedvet kapott a Gimes Együttes muzsikájához, úgyhogy november során még ellátogat hozzánk a Gimes Együttes is, erre a koncertre is nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Egy picit a rajzpályázatra annyira visszatérnék, hogy azért bátran mindenki rajzolhat, hiszen nem csak az a 24 rajz kerül a nagy közönség elé, hanem egy kiállítás is hagyományosan szerveztek a beérkezett pályaművekből. Igen, ez mindig egy nagyon jó hangulatú adventi ünnepség, amikor itt a Liszt központban az összes beérkező művet kiállítjuk, és akkor ott a zsűri röviden értékeli és megköszöni az összes közreműködőnek a munkáját, mert hát érzi mindenki azt, hogy itt szívét, lelkét, vágyait, elvárásait, elképzeléseit a karácsonyról, az ünnepvárásról mindenki megfogalmazza ezekben a rajzokban. Aki esetleg most, most dőben rá, hogy van ez a pályázat a részletekről, hol tájékozódhat? Minden részlet fenn van a honlapunkon, és hát még van egy kis idő, tehát az őszi szünetben lehet erre nyugodtan készülni, tehát lehet otthon még rajzolgatni. November 4-e péntek az őszi szünetnek ez a pénteki napja lehet, péntekig lehet beküldeni ezeket a rajzokat. Vagy akár be is hozni, gondolom. Igen, a, de a liszt központba. Igen, szeretettel várunk minden pályázatot. Én szorítok nektek, mert sűrű program lesz, és gondolom, hogy a kedves nézőink is élvezettel fogják majd a programokat látogatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a beszélgetést, szép estét kívánok, és szeretettel várunk a programjainkon minden sopronit, minden érdeklődőt. Kedves nézőink, én mára megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a viszontlátásra!